Reggel Vietnám üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 1 milliárd euró kihívás és videósorozat következő részével most már innen Kolumbiából, ugye? Fel kellene mérni, hogy mit kellene csinálni, és szeretnék beszélni arról, hogy mit kellene csinálni, és mit akarok csinálni igazából ebben a sorozatban, mármint most már ebben az 1 milliárd euró kihívásos sorozatban. Egyébként nagyon gyorsan arra gondoltam, hogy meg kellene nézni, hogy mit lehet itt kezdeni a kezdő helyen, amelyik ugye 500 ezer euróba került nekem, szóval 13,5 millióval jöttünk el Alsószegről, és úgy gondoltam, hogy ezért a területért, amin kezdünk, 500 ezer euró lenne a reális, ami nem áll másból, mint egy haciendából, amit megjegyeztetek, hogy tök jó, egyébként be lehet járni kívül-belül, szépen, csodálatos módon, el lehet menni konyhába, mindenhova, de valószínűleg nem nagyon sok mindent fogunk ténykedni itt, egyébként nézzük meg el akkor már kiszolgáló épületeket. Van egy garázsunk, amiben igazából szerintem kb. Csak az autónkkal tudunk beállni, van egy ilyen műhelyszerűség, ami nem tudom, igazából csak ilyen dekoráció talán. Van egy ilyen kicsi shelterünk, amelyikbe kettő gépet talán be tudunk rakni, meg van egy ilyen lerobbant, lepukkant gyárépületszerű, ahol van egy elektromos töltő, ugye elektromos járművekhez, meg még igazából vannak ilyen létesítmények. Na, nézzük meg, hogy kb. Meddig tart ez a föld, és akkor abból ki tudjuk silabizálni, hogy igazából mi van még itt rajt. Van itt egy ilyen kis füves terület, amit, ahol lehet építkezni, ugye ezeket így ki lehet használni, bár nagyon-nagyon akarom széttúrni ezt a mapot, de mindenképpen szétfogjuk. Itt van egyébként az Oliva Farm, ami már nem a miénk, az a 17-es, azt hiszem, hogy várjál, az már nem a mi hozzánk tartozik, viszont hozzánk tartozik egy ilyen létesítmény, amelyik nagyon érdekes, mivel ebbe kellene behordani különböző dolgokat, és ebből a különböző dolgokból, waterből például, mindjárt megnézzük, hogy mi lesz. Hogyha behozunk ide watert, és hozunk be ide műtrágyát, elvileg akkor oliva olajunk lesz, és az oliva olajat utána el tudod adni, úgyhogy ez mindenképpen jó. Viszont műtrágyát, vagy trágyát kellene nekünk valahonnan szereznünk. Egyébként itt van a reptér, ugye, amelyik így ki van alakítva, a repülőgép az nem az enyém volt, úgyhogy az már el is tűnt. Igazából ennyi az, ami így érdekes lehet ezen a hacienda környékén, meg még valami mindjárt, amit még meg fogok mutatni. Ja, ugye itt van a bevezető út, ezt láttátok már az intro, innen itt tudunk bejönni, és ugye van ott egy ilyen hangár, amiben van egy ilyen repülő, amit nem lehet használni, az inkább ilyen dekorációs célszolga, de ugorjunk bele a kis Toyotánkba, ami igazából az egyetlen jármű, ami kapcsolódik így kezdetben a sorozathoz, mi mindent nekünk kell megvenni, 13 millió eurónk van, szóval azért nem lesz az annyira rossz. Ugye itt a hacienda mögött van az egyes terület, ami hozzátartozik a haciendához, látjátok, hogy most éppen növekedik rajta valami, talán búza, meg van egy ilyen kis füves terület, kis pálmafával, meg mindennel, amihez szintén nem nagyon akarnék hozzá nyúlni, inkább akkor már inkább területeket kellene venni. És akkor nézzünk, térjünk is rá erre, hogy akkor milyen területeket érdemes lenne venni. Egyébként itt a 13-as és a 12-es nagyon közel egymáshoz, és a hacienda mellett, ami tök jó, és fölötte van a 11-es, ami szintén jó, viszont annyi baja van talán, hogy nem teljesen szögletes. Viszont itt néztem, hogy a 2-es, a 6-os terület, ugye tök egy síkban van egymással, látjátok, ami azért lenne jó, hogy össze lehetne szántani őket, és akkor egy hosszú, nagyon hosszú terület lenne belőle. Mindjárt mutatom, hogy ez hol van. Itt van a, ugye ez az 1-es, ott van a 2-es, és itt van a 6-os, amelyik egy tök egy vonalban, csak össze kéne rántani őket, szerintem ez tök jó lenne. De hogyha már így gondolkozunk, akkor figyeljétek, itt van a 2-es mellett a 3-as, és annak a végében itt van a 4-es, itt az 5-ös, és akkor itt igazából mindent egybe tudnál szántani, szóval lenne egy nagy területet. Egyébként ezen a mapon ugye lehet egy csomó mindent csinálni, várjátok, meg is mutatom, hogy milyen dolgokat tudunk termelni, és miket tudunk eladni. Az összes termény közül nem tudod mindent eladni, de egyébként nagyon sokat. Na, nézzük a különlegeseket, amik igazából eddig még nem voltak. Ugye tudsz eladni aszfaltot, de egyébként ezeket ugye föl is lehet használni, egy csomó olyan alkotóelem van, amit nem biztos, hogy érdemes eladnod, hanem föl tudod használni más termék elkészítéséhez. Van itt egy ilyen kő, nem tudom micsoda ez, nem is lehet eladni, amit látjátok. Van ilyen, hát talán ez nem tudom, kő, ilyen kő akar lenni, vagy sóder. Itt van betonunk is, ugye a betont el tudjuk adni.
nem tudom, dört talán, ugye nem, tényleg mindent nem lehet eladni, például ezt se lehet eladni, ebből ugye valamit lehet készíteni. Itt is van valami, ami fogalmam sincs, majd ezeket meg kell néznünk, hogy mik ezek. Van talán limestone-unk, van sandünk, azt hiszem ez talán aszfalt. Igen, ez valószínű, hogy aszfalt lehet, bár nem vagyok benne biztos. Van cementünk, amit ugye el tudsz adni, de ugye tudsz belőle cementből konkrétan betont is csinálni. Van tire, amit szintén el lehet adni. Van ez a tír, ez írtátok, hogy ez mi? Ez nem is tudom, nem aszfalt, hanem mi volt? Szurok, vagy mi a francot? Van valami steam pulver, amit szintén lehet adni, van acélt lehet, van arany gyerekek, van aranyat lehet gyártani, aranyrudat lehet gyártani, aminek literje 44 ezer literje, úgyhogy arra rá fogunk menni. Egyébként lehet bort, meg különböző tabak, egyébként lehet tabak, ami ízét jelent, ugye lehet hú, mi ez? Dohányt termékeket csinálni, lehet téglát, még az Isten tudja micsodát, nem gyerekek. Olivát, ugye itt az oliva, azt is ugye el lehetne adni, és ez mi? Az elektromos, ez mi ez? Elektromosság? Ez valami elektromosság akar lenni? Nem lehet eladni, de nem tudom, és van hempünk, amit szintén el lehet adni egy csomó helyen. Viszont azt meg is akarom mutatni nagyon gyorsan nektek, hogy ugye lehet termeszteni füvet. Igen, itt van. Van ilyen hemp farm, ami itt, hogyha leraksz, akkor ugye ebbe be kell hozni, mindjárt megmutatom, hogy mit. Kell trágya neki víz, és akkor hempet tudsz belőle csinálni, tehát füvet tudsz, és utána el tudod adni azt. Ami szerintem tök jó is illeszkedik a maphoz mindenképpen, fogunk füvet termeszteni. Egyébként lehet szőlőt termeszteni, és szőlőt azt hiszem lehet konkrétan vetőgéppel vetni is. Úgyhogy eléggé összetett, meg eléggé kacifántos a map, de arra gondoltam, hogy mindenképpen először tudjátok, mivel fogunk foglalkozni? Azzal kellene foglalkozni, amit abba hagytunk a legutolsó alkalommal, és mit hagytunk abba? Állattenyésztés, marha, nem csináltuk végig, és mivel ugye a hemp farmhoz is kell nekünk, meg az, ez micsoda gyerekek, oda nézzé, ez mi? Itt valami van, vagy valami volt. Ezt nem is tudom, hogy ez micsoda akar lenni, de nem is nagyon jelzi. Ja, ide kis silókat lehet lerakni. Aha, tök jó. Oké, akkor itt lehetnek silóit, ha akarod. Vagy lehet, hogy nem tudom. Igen, itt lehetnek silóit. Vagy itt akartam még mondani, hogy igen, hogy el kellene kezdenünk nekünk állattenyésztéssel foglalkozni, leginkább azért is, mert akkor lenne ugye trágyám. És igazából soha nem foglalkoztam szerves trágyával. Nem szórtam szerves trágyát, és emiatt ez tök jó lenne, hogyha meg tudnák csinálni. De viszont arra gondoltam, hogy valahogy ki kellene alakítani egy olyan területet, ami ilyen önellátó lenne a szarvas marha tenyésztésben. Például itt nézem, hogy van itt egy a 12-es föld és a 13-as. A 12-es föld az jó lenne szarvas marha tartásra, és a 13-asan mondjuk megtermelnénk az oda vonatkozó dolgokat. Az mit szólnátok hozzá? Mondjuk elfereznénk, fele lenne búza, fele lenne mondjuk fű, és akkor ugye meg lenne a búzából a szalma, a fűből meg lenne a széna, és meg lenne a fű. Mert ugye ez a három dolog kell igazából a szarvas marha tartáshoz, és akkor igazából meg lenne minden. Én erre gondoltam, hogy valami hasonlót kellene csinálni, és hogyha szarvas marha tartással ugye elkezdenénk foglalkozni, akkor egy az, hogy van elő tejem, meg ugye van trágya, ami elég sok mindenhez kell. Úgyhogy én ebben gondolkoztam, hogy ezzel lehetne valamit csinálni. Ugye ezen most van olyan, ami nekünk, mi van rajt? Árpa. Mondjuk az árpát, hogyha megtartanánk, le kellene aratni, és akkor kapásból ugye meg lenne a... hogy nevezik? Akkor meg lenne belőle szalma. Úgyhogy ezt érdemes lenne learatni, én azt mondom. Ha már másért nem, a szarmáért. Úgyhogy akkor kombájnnal kezdjük kapásba. Rengeteg hatalmas gépet hoztam én ehhez a modpackhoz, vagy ez a modhoz, ez a térképhez. Viszont én arra gondoltam, hogy lehet, hogy nem azzal fogunk kezdeni, nem nagy gépekkel, hanem inkább kisebbekkel. Mi az, amire nagyon szükségünk van? Ugye egy darab terrautónk van, vagy egy pick-upunk, amivel nagyon nem fogunk semmire venni. Nézzük, mi az, ami... Várjatok, a sílókat nézzük meg, hogy mi a szar volt az, hogy oda lehet rakni. Igen, sílók, úristen gyerekek, nagyon jó, vannak itt sílóink, igen.
Igen. Szuper. Viszont akkor az, abban gondolkodok, figyeljetek, földet mindenképp meg kellene venni, ugye? Meg kellene vennünk akkor a 12-es földet, és arra gondoltam, hogy akkor a 12-es földön lehetnek marhák, nem olyan túlzottan sok, csak annyi, hogy tényleg termeljék meg ugye a trágyát nekem. A 13-as földön meg akkor elfeleznék, és akkor meg lennének az ellátása. Lenne olyan, hogy fele akkor izé lenne, fele mondjuk búza lenne folyamatosan, fele meg akkor lenne fű. És így szerintem tök jó lenne. Lenne akkor a 12-esen pukersiló, és szerintem ez egy korrekt megoldás lenne. Mindenképpen akkor vegyük meg, jó? Vásároljuk meg a 12-es földet, vásároljuk meg a 13-as földet, és akkor neked aratul a 12-es földet, arra gondoltuk, nem? Ha már egyszer van rajta anyag, akkor arassuk le, akkor vegyük valami kombájt, de akkor próbáljuk meg valami kisebb retro kombájt, nem? Így a legelején betakarítógépek. Vannak itt, hoztam már én itt különböző klasszokat is. Nem tudom, hogy melyiket, várjatok. Dominator 200 mega, 200 mega, Dominator 108, Tucano. Ja, néhány klasszot hoztam, ma mondom, akkor már legyen valami. Figyeljetek, egy 106-os Dobi, ez jó lesz, nem nekünk? Elég is lenne egy 106-os Dominator. És akkor ezzel szépen learatjuk, hát igen. Oké, mennyibe került? Meg se néztem, hogy mennyibe került. 40 ezerbe került, vágóasztalt hozzunk hozzá. A 106-os dominátorhoz van-e nekünk valami jó vágóasztalunk? Írja egyébként, nem írja, hogy melyikhez kapcsolódni. És nézzétek, ezt nem értem, hogy a szőlőt is tud ő aratni. Ez hogy működik a szőlő? Nem nagyon vágom egyébként. De hát jó van. Hány méteres? Ez nem olyan túl nagy, nem? 4,5 méteres, 5,1 méteres. 4,9. Hát figyeljetek, szerintem tök mindegy, hogy melyik illeszkedjen, azt jó van. Hát ez jó. Jó, legyen ez, gyerekek. És akkor lehozzuk, akkor learatjuk. Itt van ám minden toronydarú, mindenféle, gyerekek. Ó, gyönyörű ez a klassz. Na! Ez szerintem egy jó választás volt, kapásból menjünk ezzel. Nem muszáj egyből a legnagyobb gépekkel, de valószínűleg, hogy egyébként neki fogunk állni. Ja, és olyan dolgokat szeretnék termelni, ugye lehet például, minek nevedik? Például lehet termelni dohányt. Nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen az a dohánytermesztés. Na, veressük, megyünk haza, ugye nem túl messze van, ott van a haciendánk, gyorsan learatjuk. Kellene nekünk akkor, figyeljetek, valami teherautó, amelyik igazán nagy lesz ahhoz, hogy mindent így el tudjak beleszállítani, arra gondoltam. Egyébként valahol van nekem, majd rokok egy tempomatot, azt megnézzük, valahol kell lennie nekem, mivel 1,2 millió liternyi cuccom tudok tárolni, úgyhogy valahol van nekem siló. És egyébként láttam is, hogy hol volt, itt valahol a földek környékén, ez mi? Keleti vasúti síló. Ez nem a vasúti síló, hanem volt? Ojaj. Na mindegy, menjünk haza, kezdjük el a rakni. És akkor nézzük meg, hogy hogy van. Hát igen, ez nem valami gyorsan megy. Lesz ez, és akkor igazából lehetne azt csinálnom, hogy akkor az állattartásnál lenne egy kis kombány, lenne egy kis traktor, meg egy kisebb vető, és másra nagyon nem is, nincs is szükségünk, nem srácok? Akkor valahogy úgy kellene megoldani, hogy akkor ott ezeket mind meg tudnám csinálni. És ez tényleg azért, hogy termeljünk trágyát. Az lenne jó, hogy lenne egy ilyen trágya termelő helye, ahol ezt így elő tudnám állítani. Tudom, hogy lehetne bányászni. Egyébként az aranybányára nagyon szívesen rávennék kapásból. Úgyhogy át fogjuk nézni a mapot, hogy hol van pontosan az aranybánya, mi kell hozzá, és lehet, hogy el fogunk kezdeni bányászni. De úgy gondoltam, hogy ez egy mezőgazdaságról szóló játék, állattenyésztésről, akkor azért ne rugaszkodjunk el annyira az egésztől, nem? Ne az legyen, hogy így próbáljuk meg egy ilyen construction szimulátorba átmenni, mert igazából akkor miért nem azon játszasz, érted? Azért a mezőgazdasághoz és az állattenyésztéshez legyen közel valamennyire a játéknak. Egyébként azt nem értem, hogy itt, ez mi ez a kocka? Hogy ez hogy működik? Mi van itt? A kis haciendán, gyerekek. Próbáltam egyébként olyan mapot hozni nektek, amelyik merőbe eltér ugye az alsó szektől, azt hiszem, hogy sikerült. Nagyon gyorsan ezt el kellene indítanom, arassuk le. Rendezett szárazóra is kapcsoljuk bele, felejtsük el.
Oké, be is van kapcsolva. Oké. És ez csodálatos dolog, de úgy látom, hogy nem megy automata. Ezt most halál komolyan mondom. F1. Nincsen H. Miért? Komolyan. Nem, egyszerűen nem értem meg, hogy néhány eszköznél miért nincs izé, miért nincs olyan, hogy ennél például miért nincs, miért nem tudok hát nyomni, nem tudsz hát nyomni, beszarsz, komolyan. Ez egy kombány úgy van megoldva, hogy nem tudsz dolgoztatni gépi munkással. Tökéletes választás volt, ez a kombány nem képes gépi munkással dolgozni, komolyan. De mindegy, akkor aradhatok ezerrel. Fú, basszak, hogy arrohadt életbe gyerekek, hogy azt, hogy megszivattam magam kapásban, ez el nem hiszitek. És nincsen, nézd meg. Nincsen, hiába változ akárhova. Nincsen. Nincs olyan, hogy gépi munkással dolgoztatás. Jó van, jó, szépen kifogtuk. Veszünk egy hamstert, azt összekapjuk, kellene egy szénapadlás. Ja, hát igazából erre kell, ugye, úgyhogy erre kellene nekem megoldanom a helyet. Tehát erre a területre, erre akarom megcsinálni ugye az állattartás, szóval először le kell araknom, mindenképpen. Az árpa az valószínű, hogy nem tudom az árpával mit csináljuk, valószínű eladom, bár igazából betárolom, figyeljetek, annyira nagy pénz, nagyon pénzre nincs szükségünk, úgyis majd most az állattartás tényleg leginkább azért menjen, hogy legyen nekünk elengedhetetlen. Úgy látom, hogy ezen a mapon elengedhetetlen, hogy legyen trágyám. És igazából trágyát azt nagyon sok helyről nem tudsz leakasztani. Meg igazából az előző napon gyerekek ezzel fejeztük be, akkor folytassuk innen, nem? Hát hogy direkt vettem egy kis kombányt, mondom ezzel tök jó meg tudom ezt csinálni. Meg igazából nem kell nagyobb, hát erre mi történik ez, srácok. Na akkor próbáljuk meg összefoglalni, amíg aratunk, hogy mi az, amit fogunk csinálni. A következő lépés az az lesz, hogy ide telepítünk egy marha istálót. Nem tudom, hogy ilyen túl nagyot fogok-e csinálni, lehet, hogy egyszerűen a modulatlanok közül fogok valamit rakni. Ugye vannak ott is nagyobbak, rakunk egy olyat, meg rakunk egy bunkersilót, amire szükség van, meg egy keverőállomást, ugye? Ezek kellenének a keepernek. És akkor úgy kellene megcsinálni, hogy akkor itt a mellette lévő 13-as területnek a fele az legyen fű, a fele az legyen búza. És akkor így mindig lesz szalmellátásunk, és lesz fűellátásunk, amiből ugye tudunk csinálni szecskát, amiből tudunk csinálni ugye szénát is, és igazából ugye a teljes takarmány keverékhez kell szalma, széna, és szilázs, amit ugye mindenképpen meg tudsz csinálni, ugye a szalma az meg amúgy is kelleni fog alá, tehát akkor igazából minden megvan. Ezen a két területen mindent meg tudsz termelni az állatoknak, a szarvasmarháknak. És akkor ugye a szarvasmarhából lesz tej, lesz hittrágya és lesz szerves trágya. A szerves trágyát azt el tudjuk vinni akkor az oliva ültetvényre, oda viszünk még vizet, és már is ugye elkezdünk olívaolajat készíteni, meg még ráadásul, akkor elkezdünk, valószínűleg az egyes területen, vagy valahol csinálunk marihuána ültetvényt, valószínűleg az elég jó pénz lesz, és akkor azt is csináljuk, ugye oda is trágya kell, meg oda is kellene nekem, de hogy ez a gyerekek, ez a kombány, miért csinálják egyébként ezt, gyerek, ezt mondjátok meg, hogy miért van az, hogy nem lehet, és hiába nyomod a hát, olyan, mint hogyha nem is történne semmi, miért kell ezt megcsinálni, miért kell egy modnak úgy viselkedni a gyerekek, modhabos, azt hiszem, hogy modhabos mod, hogy nem működik a helper vele. Azért ez egy eléggé kellemetlen tud lenni, nem srácok? Oké, vagyok, sokan szeretitek, hogy haratunk, meg ilyesmi, de én nagyon-nagyon-nagyon bele vagyok pörögve, hogy most olyan dolgokat szeretnék csinálni ezen a mapon, amik igazából nem voltak eddig, érted? Figyeljetek, összeszedem a szalat, és nem is fogom bántani. Próbáljuk meg úgy csinálni, hogy minél kevesebbet nyúljunk hozzá terület létrehozásához. Ne legyen az, hogy széttúrjuk a mapot, jó? Előző részben elég jól sikerült széttúrni, megpróbálom ebben a részben úgy csinálni, hogy azért minél kevesebbet történjen meg az, hogy a maphoz hozzágyújunk ilyen nagyon-nagyon-nagyon behatóan. Tehát akkor itt ez tarló lesz, ennyi, gyerekek. És akkor ide építkezünk rá, esetleg kibetonozzuk azokat a részeket, ahogy kell, tudjátok, mennyi bunkersiló alatt, ilyesmi. Azt szerintem az itt tök jó lesz.
Figyeljetek, vizét kellene minél hamarabb lerakni, összeszedjük hamsterrel egy olyan helyen, ahol elkezdünk építkezni, és akkor ugye, hogyha... Ha lerakom azt a káverőállomást, tudjátok, használtuk a másik, mapon is, akkor ugye be tudom oda tárolni a szalmát, és ki is tudom venni belőle, mivel az silóként is üzemel, meg akkor tudok lerakni szalmapadlás, szénapadlást, és akkor oda is be tudom hordani. Szóval akkor ez is megoldódik. Le kellene aratni, hogy akkor jobban átlátjuk a helyzetet. De hogy kifogtam egy olyan kombányt tényleg, amely képtelen gépi munkára, azért ez helper munkára, azért ez egy ilyen, nem tudom, ennyire nem lehetek szerencsétlenben, srácok. Én egy kicsit, megmondom őszintén, hogy egy kicsit így, olyan, mint hogyha víz alól jöttem volna föl, hogy átkötöztünk egy másik mapra. Néhányatoknak, nagyon kevés százalékoknak nem tetszik az új map. Azt mondjátok, hogy ugye jaj, mert ízeim nincs MTZ, meg mit tudom én, egyébként miért lenne, akármi lehet ezen a mapon is. Meg ugye ezelőtt az alsószeg mapon is már nagyon modern gépekkel küzdöttünk. Itt meg egy újrakezdés van. Oh, oké. Okay. Igen, kellene nekünk. Figyeljetek viszont, ha már egyszer veszünk ezeket, ja és Realmode ki van kapcsolva, azt gondolom észrevettétek, sajnos kipróbáltam még a Big Bad Chauzel nagyvetőket normálisan semmi eltávolni, egy idő után rettenetesen nem jól működik ez a dolog. Na, akkor igazából pótkocsik kellene. A pótkocsiknál, ugye az áttöltő kocsiknál megvannak ezek a hatalmasan nagyok, úgyhogy vannak itt ilyen zsodák, iszonyatosan nagy, és ilyen 2 millió literesek, ugye ezekre szükség lesz, hogyha majd tényleg, ez nagyon beteg, ez nagyon durva, de nem egy ilyet fogunk használni, hanem valami kisebbet, de akkor már használjunk nagyot, nem? Mármint úgy értem, hogyha már használunk valamit, akkor használjunk nagyot, és egyébként az átrakó kocsik azok nagyon hasznosak tudnak lenni. Én azt mondom, gyerekek, ez mindent is tud vinni. És ezek minden, oké, okay. És akkor így beleépült? Igen, és minden, valami, nagyon sok, ugye tud aszfaltot mindenféle vinni. Az áttöltő kocsi, nézzük áttöltő kocsit, hogy mi, igen, igen. Nagyon jó, szuper. Ez nem volt nekünk olyan rossz, ugye? Nem volt olyan rossz. Ez meg valószínű, hogy a Realmode ette csak, 124 000 liter, figyeljetek, vegyünk egyet, nem? Kerékbeállítás, jó, szerintem teljesen mindegy, Twin Radial, miért Twin? Nem is ikres. Kerék, Nokan, tervezés, ilyen, hogy bal vagy pin, hát ez szerintem teljesen mindegy. Ugye, hogyha pinre rakod, akkor valószínűleg ezért többet össze tudsz fogni. Nem. Na mindegy, maradjon a pin. Jó, veszünk egy ilyet. Ez később is ugye használható lesz, azért nem mindegy, hogy mekkora. Meg akkor kellene ez egy traktor. És van nagy traktorban nagyon sok érdekességem. Várjátok, meg kellett volna nézni, hogy mennyi, mekkora kellene. Ez olyan hány. Azért kellene valószínűleg egy elég nagy teljesítmény. Vannak izék, vannak. Ugye megvan a Big Bad. Amit valószínűleg nem fogok erre használni, hanem használjunk már egy olyat, amit igazából eddig nem használtuk. Szerintem vannak ilyen nagyon érdekes gépek, ami egy 2000-es évek elejé John Deere, valami hatalmas nagy izéje, csatolók, várjál, mert ez alapban ugye nincsen izéje, nincsen 3 pontos, úgyhogy 3 pontost kapjon már, és üzemanyagtank, nagyobb üzemanyagtank, jó. Oké, okay, motorbeállítás, legyen nagy motor, 370 lóerő csak elviszi, kerékbeállítás, ami fontos. Dual. Jó, meg is találtuk, azt hiszem. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké, okay, gyerekek. Mindenki olyan gépeket akarok kipróbálni, amik eddig nagyon nem voltak. Szerintem az egy jó dolog, hogy nem mindig ugyanabba gondolkodjunk. Ez egy szép. Jaj, de szép hangod van, uramisten, és milyen kausztrofok kabinomban. Na, hát remélem, hogy el fogja vinni. Nem tudom, hogy ebből bele fogok-e tudni tölteni. Na, ugye ennek az a baj, hogy ez ilyen epic nagy, magas. De majd kiderül. Hát kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogja húzni. Jaj, de szép, gyönyörű. Na igen, olyan gépekre van, gondoltam, hogy olyanokat használjunk, amiket eddig nagyon nem használtunk.
És azért traktort vettem, hát már fél milliót is sikerült el is vernünk, mert a traktor azért egy univerzális dolog, ugye ehhez tudunk venni egy vetőt, amivel a mellette lévő területet ugye el tudjuk vetni, félig füvel, félig búzával, ahogy beszéltük. Jó van gyerekek, szuper. Meg ugye egy hamster kellene. Jó, ez egy hatalmas ugye. Dög. Jó, nagyon tetszik. Már most tetszik egyébként ez a sorozat, már mint így magába az, hogy egy teljesen más környék. És képzeljétek, elkezdünk bányászni, aranyat bányászni, meg elkezdünk, mit tudom én, építkezni. Fú, tök jó lesz. Mármint úgy építkezni, ugye, hogy előállítani mondjuk különböző összetevőkből aszfaltot, hogy ugye le tudjuk azt állítani. Egyébként ez 32-vel megy, ugye ez egy tényleg egy talán 90-es évek vége, 2000-es évek eleje ez a traktor. Ez nem egy olyan marha gyors, itt nem fogunk bemenni azon a kapun, abban biztos vagyok. Meg se próbálom, hanem elmegyünk arra, ugye levegyünk egyből a földre. Na, akkor ezzel azért lehet valószínűleg áttöltőkocsizni. Meg ugye ez, felirat. Ezzel ugye azt is eléred ezzel a géppel, hogy olyan, mintha lenne egy, nem tudom, 120 akárhány ezer literes silód. Egy mobil siló. Konkrétan van egy mobil siló, gyerekek. Na. Nem O, hanem nem X, hanem N. Nyissuk ki a tetejét. Hát nem tudom, hogy ebbe bele fogja tölteni. Abból lehet, hogy hiba volt ez. Jó, gyerekek, ez brutális, nem? Most nem azért. Ez durva. Jó, ez itt ez. Hát, és én, hogyha ezt be fogja tölteni, azt a betyár, az egész kombány beleférne, hallod? Ő, te fiú. Gyerekek, az egész kombány belefér ebbe, nem a izé. Búza. Úgy akarom, hogy így az oldalán fölcsúsztatom. Erre gondoltam. Jó. Kicsit lehet, hogy elemelkedett a kerék. De ennek a John Deere-nek milyen hangja van? Ilyen rotyogós. Jaj, de jaj, nagyon-nagyon jó hangja van. Jó. Meg se látszik az alján az árak a srácnak. Na. Hát nem valami gyorsan ürít. Egyébként ez a klassz nem volt jó választás. De viszont azt a John Deere-t ezt kikapcsolom, hát itten röfög, baze. Nagyon durva hangja van, nagyon jó. Na, mehetünk tovább. Röfög, rendesen röfögött az a John Deere, mi? Na, nyomjuk neki. Kell egy hamster majd. Jaj, de nagyon bánom, hogy egy olyan kombányt fogtunk ki, amelyik nem tud izélni. Nem tud önmagától dolgozni, ez mindenképp eladásos lesz. De most már learatom bele, ha már egyszer megvettük. Hát ez egy nagyon bukó téma. Mivel kapásba el kell adnom, de egyébként milyen jól néz ki ez a ilyen mediterrán jellegű textúrázás. Egyébként Kolumbia, ha véletlenül Kubát mondok, akkor az nem tudom, azért már emlékeztet rá egyébként. Csomó ilyen, hát ez ilyen tipikus, tudjátok mire emlékeztet? Ilyen tropikó. Volt egy olyan stratégiai játék, és abban egy ilyen barán köztársaságba kellett boldogulnak. Hát kb. Az a millió, nem? Ilyen Kuba jellegű, de egyébként én Kolumbiára mondanám, és próbáljuk fenntartani azt a stílust, mint hogy Kolumbiában lennék. Egyébként gondoltam rá, hogy berakok ilyen latin zenéket, ilyen tipikus ilyen kolumbiai, tudjátok, ilyen salsa, meg ilyesmiket, de nem tudom, mármint olyan, mint ami az intróban volt, lehet, hogy nem tetszik sokaknak, aztán így nehéz, pedig adna egy hangulatot szerintem hozzá, hogyha közben szalsza szólna. És nézzétek, milyen szép ez a John Deere. Ja, gyerek, én annyira örülök neki, hogy új gépek, új jellegű gépekkel dolgozunk, és nem megint ugyanaz. És sokan az, jaj, mert nem TZ, meg retro, meg izé, meg Rabasteiner legyen, de 100 rész, gyerekek, az legalább 300 vagy 200 órát biztos, hogy belevertünk abba, mert voltak ilyen extrém hosszú részek. A MTZ-vel meg a John Deere-rel, meg már előtte is, meg már szerintem 1000 videón biztos, hogy van farming szimulátorra, annak a 90%-a tuti MTZ meg
meg Rávosteger. Hát nem mindig ugyanaz legyen, gyerekek, szerintem. Én arra gondolok. Na, szépen összekapjuk, és akkor nem is fogom én itt ezt textúrával behúzgodni, meg semmi. Na, ide lerakjuk az ólat, lerakjuk a bunkersilót, és akkor ez úgy lesz. Ez úgy lesz. Ahogy megépítjük. Jó, hát felével talán már végeztem, ugye? Kb. Jó van, oké. Semmi gond, gyerekek. Nem kell elkapkodni, ez egy játék. Ez egy játék. Figyeljetek, én arra gondoltam, hogy egy minimum egy, vagy maximum egy ilyen 10 millióig fogok levenni árba, és akkor onnan próbáljuk meg összeszedni. Ott is van valami kocsma, vagy mi van ott, gyerekek? Jaj, meg itt van a ványa. Csak ide le, hogy véletlenül lezúgjam majd a gépi munkás, vagy valami, mert akkor aztán az aranyos lesz. Igen, egyébként modpakkot még alakul, lesz kirakva. Hogyha valakinek a maga a map kell, mert igazából a map maga a lényeg, akkor az egyébként a szőlőt azt nem értem, hogy hogy fogjuk mi vetni és aratni, de nem merek rápróbálni először, legyen először. Van egy terv, amit azt így végig kell vinni, gyerekek. Igen, ha map kell valakinek, az meg az intro, az ilyen map leleplezés videó alatt, az körülbelül 2 nappal ezelőtt, vagy 1 nappal ezelőtt volt, tegnap volt. Ott megtalálja, jó? Srácok, úgyhogy akkor nyugodtan onnan le lehet tölteni. Szerintem tök szép az a map. Egyébként maga az alapja, az valószínűsítem, sőt, biztos. Ugye a 2010, vagy a Farming Simulator 17-es kiegészít DLC map, de hát valaki azt írta, hogy az a map. Hát ez nem az a map, mert abban közel se lehetett hasonló dolgokat se csinálni. Ugye abban az volt, hogy hasonló kinézetű, már hasonló textúrázású map volt, de ugye ott a cukornád, talán a cukornád, ami bejött ugye akkor, és arra hegyezték ki ezt az ilyen mapot, de ugye ez ott nem lehetett se bányászni, ott nem voltak ezek a létesítmények, ez egy teljesen más. Ez most olyan, mint hogyha nem is tudom, de még az is nagyobb hasonlóság, az alsó újlak, meg az alsó szegmap, még ennyi erővel azt is lehet mondani, hogy ez ugyanaz a map, mert ott azért tényleg majdnem ugyanazok a dolgok vannak, de az se ugyanaz a map, hát nem ugyanaz a map. Hát ahol zöld a fű, akkor ugyan lehetne azt mondani, hogy minden egy ugyanaz a map, nem. Na, egyébként jó ez a klassz, jó néz ki, csak nem tudom, ez a hiba benne. Néha vannak ilyen csodálatos hibás modok. Így megveszed aztán, akkor megszívod vele, hogy hoppa, hát ezt nem lehet megcsinálni. Úgyhogy az egy öröm boldogság tud lenni egyébként ilyenkor. Ezt meg ott látok valami textúrát, ott van valami a földön. Van sármod ebben a játék, vagy ebben a mapon, nézzétek? Ott bal oldalt van valami szétszóródva a földön, vagy valami olyasmi. Ugye végzünk, aztán összekapjuk. Elhoztam a nagy hamstert egyébként későbbi munkára, de nem azt fogjuk megvenni. Nem akarom, hogy tényleg ilyen epic, brutál, instant, hatalmas, nagy, túlméretes, nagy döggépekkel dolgozzunk, hanem valamilyen folyamat legyen, azért valamilyen íve legyen. Úgy, mint egy történetnek is van íve, meg egy könyvnek, meg egy filmnek, meg mindennek. Ne az legyen, hogy ugye egyből belevágunk a... húzzuk a izével az egész mapot a Big Bad 1100 lóerővel. V16, nem? Egyébként abban egy V16-os motor van, ugye, tényleg. Fogtak aztán a V16-os? Kettő darab V8-osat gondolták, aztán akkor rakjuk össze, nem? A szem? De majd jobban meg utána nézek. Egyébként volt ilyen különböző járművek tesztelése sorozata, abban például volt is a Big Bad. A gyerekek, megint ezt kiürítjük, hát az a baj, hogy ez a kombájn ez. Egyébként nem olyan kicsi az a terület? Egyébként az is a durva, hogy olyan kicsinek tűnt instant ez a terület, de aztán nem olyan kicsi. És így, na így föl tudod ide mókolni. Igazából a valóságban már letörne a cső, de most nézzétek, mekkora ez a valami. Oda né. Hát a kombány az konkrétan így belefér, de úgyhogy lecsukná a tetejét. Hát ez meg oda néz. A traktor szín az zöld. Kényelem és álomvilág, nem? Lol. Jó, lesz egy kis árpánk. Silót kell lerakni, azt nem, hogy kiöntözzük oda.
De minden esetre ez később is hasznos lesz ez a láttakókocsi. Most már valószínűleg, hogy ugye nincs benne a Rea mód, így tudják kezelni a gépek normálisan. Ami nem egy utolsó dolog. Hajrá gyerekek, veressük! Arra vagyok kíváncsi, hogy a koszolódás a kerekeknek itt most ilyen sárgás lesz? Ilyen olyan színű, mint a talaj? Ezt meg van csinálva vajon? Igen, igen, igen. Egyébként volt olyan is, aki írta, hogy jaj, hát ez már akkor nem farming szimulátor, hanem ez construction szimulátor, hát ez már nem ugyanaz. Hát, de egyébként, mivel ez egy farming szimulátor, csak ki vannak bővítve dolgok. Attól még ugyanazok a dolgok, ugyanazok a lehetőségek benne vannak, mint a farming szimulátorban, hogy tudsz bányászni, de szerintem ez egy tök jó dolog. És pont beszélgettem Ferikével, haverommal, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy sokan szerintem egyébként félnek a változástól, és ezért nem mernek kipróbálni új dolgokat, és ez akár még egy új mapba is megnyilvánulhat, egy új metódusba, egy új jellegű játékba, vagy egy farming szimulátorban vannak újdonságok. És egyébként én is sokszor így voltam, és lehet, hogy a Farming Simulator 22-t, meg az új részeket mindig azért utasítottam el annyira, mert az ember sajnos bele van ivódva, van egy ilyen fóbiája, hogy fél az új dolgoktól, és ez talán azért van, mert régebben is ugye kialakult benne ugye ez ilyen ösztönös, hogy és félsz az új dolgoktól, mert ez veszélyes, és emiatt ugye akár még egy játéktól is, vagy egy új maptól is tud félni az ember, hogy úristen, hát benne vagyok ugye egy ilyen komfortzónába, tök jó csinálom azt a dolgot, amit eddig egész életemben, és akkor megjelenik egy új dolog az életedben, és akkor nagyon tartasz tőle, hogy úristen, hogy mi lesz, hogy most ettől sérülsz, vagy rossz lesz neked, és ez bele tud évódni az embernek olyan hétköznapjaiba is szerintem, mint például egy játék, hogy félsz kipróbálni valami újat. És ezt nem szabad szerintem, mert lehet, hogy egy olyan dolgot tapasztalsz meg, mert igazából akármit kipróbáltál életedbe, azokban vagy jó dolog, vagy jó rossz dolog süt ki, de ha nem próbálod ki, akkor azok a jó dolgok se lettek volna, amikre úgy szívesen emlékszel. Hogyha visszagondolsz életedbe, nagyon sok rossz dolog történt veled, de vannak jó dolgok is, és azok a jó dolgok is úgy keletkeztek, hogy kipróbáltad, és megismerted. Érted? Én tudom, hogy ez ugye fordítva is igaz, mert valami emiatt ugye negatív dolgok is történnek az emberre, most nem például játékra gondolok, hanem akármivel kapcsolatban is, de ha nem próbálod ki, akkor a jó dolgokat is kizárod az életedből. Úgyhogy így valamilyen szinten kockáztatnod kell, most az életre gondolok és nem a farming szimulátorra. Nagyon nehéz egyébként kilépni az embernek a komfortzónájából, sokszor nem is éri meg, vagy pedig ugye rossz irányba fordul emiatt az élete, de azért nem is biztos, hogy feltétlenül nem olyan rossz. Ja, gyerekek, lassabb már végzünk ám. Egyébként egész sok, mennyi lejött ebből? 7000x4, ugye olyan 28000. Mazza, mi a szarért jött ebből ennyi izé? 28000 liter. Több kapásból összejönne egy ilyen, hát hogyha eladnánk szerintem egy ilyen 30000 pénz. Amelyik azért nem olyan rossz. Egyébként nem olyan kicsik ezek a területek. Mármint a map jellegéből kifolyólag ilyen iszonyat nagy távolságok vannak, és eléggé ilyen sík és kevés a tereptárgy, mivel ugye ilyen félig sivatagos területen azért nincsen mindenhol fenyőfa, meg ilyesmi. És emiatt nagyon furcsa, mert ezek a földek nem olyan kicsik, csak kicsirek tűnnek ezekbe a nagy távolságokba, én úgy gondolom. Itt veletük is vannak ilyen horány területek, nézzétek meg. Például a 13-as szerintem valakkora közel, mint az összeszántott három területünk, tudjátok, alsó szegen, amivel a tyúkoknak próbáltuk fedezni ugye a szükségleteit, de nem tűnik nagynak, mivel a terület olyan más jellegű. Ugye itt vannak ezek a hatalmas bányák, azok is szinte elvesznek a mapon. Például mindjárt megmutatom. Látod? Itt van, érted. Itt van. Itt egy ilyen böszme nagy bány. 13-as. Ez nem is tűnik nagynak, de hát ugye a maphoz képest, nem tudom, ez egy nagy map. Ez egy nagy map. És a PV Country esélyes egyébként, hogy a következő az lesz, az ilyen köstalagatyámat jellegű.
Vagy pedig ugye majd megszavazzuk, figyeljetek, majd kigondoljuk, hogy a következő költözés az hova lesz. Ennek a mapnak megpróbáljuk kiaknázni a lehetőségeit, és akkor a folytatás majd jön. Na, végén még megtanulunk itt toratni Kinyumba, nem? Kinyumba! Hogy itt tizedik, lefök a Verdi egyit. Úristen gyerekek! Jó, már férjen bele. Mert ebben nem fog beleférni, de a következőben már belefog. Na figyeljetek, ezt is meg kell csinálni. Most meg már mindent csinálnék, hogyha... Ha ez mi az ott? Ott van szemben a benzinkút. Mászling van. Nem kell nagyon messze menni. Egyébként viszont kell lehet csinálni ugye a dízelt. Kanolát, vagy mi a szart kell ültetni. Mi a szar az a kanola, gyerekek? És komolyan, mi az a kanola? Kanolából lehet üzemanyagot csinálni. Nem is tudom, hogy mi az a kanola. Mi a szar az a kanola, gyerekek? Mindjárt belütve vagy az azt nem valami növény. Mert elvileg valami biodízelt is lehet csinálni. Lehet csinálni sima dízelt, meg lehet csinálni biodízelt. Lehet, hogy abban a kátrányból lesz az a dízel. Na hát ezekre így rá kell jönni, de egyáltalán nem bánom, hogy most még ezt nem tudom. Ez pont az tök jó. Felfedezés öröme is jó tud lenni. Gyerekek, 25-től fordulok a föld végén, ne vicceljék. Gyorsabb vagyunk, mint az őrüttek. Jó, hát ezt itt learadtuk. Learadtuk szépen ezt a csodálatos tatoros. 98. 99. Nyomjad neki, Sanyi! Nyomjad! Annyira tetszik ez a világos textúra, egy kicsit úgy feldobja az egészet, nem? Mármint nem az a, nem az a sötét ilyen... ilyen... Aha, ez így nem lesz jó, vagy jó lesz? Jó lesz. Érdekes módon tudod megcsinálni ezt így. Hallod? Ez olyan, mint amikor a tacskó neki akar menni így a német juhásznak hátulról telébe, azt nem éri föl, nem? Aztán így ugrál neki, meg kapaszkodik. Jó, hát az alján már kezd egy ilyen kicsit meglátszani ez a cucc. Jó, mindjárt learatjuk a maradékot, összehámsztereljük, és akkor nekiállunk építkezni a mezerre. Nem tudom, hogy hogyan kellene megcsinálni. Ugye úgy kellene megcsinálni, hogy a föld azon részét középre kellene ról, és a, mondjuk a jobb oldalon lesz a fű, akkor a jobb oldalra kéne a munkásiló, bal oldalon lesz mondjuk a szénapadlás, akkor az, így valahogy értelmesen, valahogy kitaláljuk majd mindjárt. Mindjárt kitaláljuk, gyerekek. Valahogy megcsináljuk szépen. Hát ezt a földet, ezt a 12-eset feláldozzuk erre, valahol azért meg kell csinálni. Nem akarom oda a kúriához bűnös izéket, marhákat telepíteni kapásba. Úgyhogy ez valahogy így lesz. Jó, mindjárt egy három húzás, aztán megvan. És akkor csináljuk is. Összekapjuk gyorsan, nem a legnagyobb hamsterre, nem azzal a ruszki röggel. Itt van, egyébként később lehet lesz használva, de inkább azt csináljuk. Egyébként egyáltalán nem hiányzik a Real Mode. A Real Mode egy rettenetes nagy szivatása, hogyha az elején még jó, amikor ilyen nagyon szimulátor jellegbe akarsz játszani, akkor így elmegy. De amikor már ilyen nagy gépeket nem tudja normálisan lekezelni, és tényleg az 1000 lóerősre húzza el a izét, nem hogy nem húzza el, hanem a fűbe vazze nem akar menni az 1000 lóerő, visszafogja a sima gyöp, érted, a üresen, szólóba megy, aztán rájössz a fűre, aztán izé van, 40-re lemegy 30-ra a sebessége, why? Vazze. Az erdőn keresztül érted, a csemetésen át menne, nem hogy a gyöp fogná meg. Nekem tetszik ez a mód, tetszik ez a változás, egy ilyen hatalmas változás, hogy egy ilyen mediterrán jellegű, nem is mediterrán jellegű, hanem inkább ilyen, nem, milyen nevezik, ilyen szubtrópusi, vagy minek nevezik azt a környéket. Pont Kolumbia az ilyen, van íze is, őserdő is, de kicsit ilyen sivatagos is. Amint olyan, kicsit ilyen Mexikó jellegű sivatagos, keveredik a Amazonas menti őserdős része, nem? Így itt tudom elképzelni, bár inkább talán az őserdő ott több, mert ki van írtva. Itt egy-két pálmafa maradt.
nem kellene hagyni egy darab szál árpát se, mivel ugye nem akarom megcsinálni a területet úgy, hogy textúrázom meg ezekkel a dolgokkal, és ezért ne legyen az, hogy ilyen csomóba így áll. Ez ilyen, ilyen maradt, learadtuk, építkezünk rá, kész. Maradénk a tarló, maradt, hogy olyan lesz, kész. Nem fogunk itt izéli vinkodni. Hoppá, gyerek, ment a vonat, hallottad? De jó. Mert ugye van, azt hiszem kettő darab vonat is közlekedik a mapon, két különböző helyen, amivel ugye tudod megoldani a szállítást, meg valami még eladási pontothoz csak vonattal tudod oda vinni. Szóval az is létező dolog itt. Ami jó. Ami, ezek mind jó dolgok. Na, viszont el kell mennünk. Hamsteret venni. Valami kisebbet, meg lehet, hogy egy kisebb traktor kellene, nem, srácok? Várjátok, gondoljuk át, hogy a hamstert érdemes ez a nagy John Deere húzni, meg hogy kell-e valamire még traktor. Hát annyira nem kell nekem még traktor másra, és ezért lehet, hogy a hamstert is a izével fogom húzingálni ezzel a nagy Johnnyval. Hát egyelőre igen. Aztán majd úgyis változik. Nagyon nem akarom szórni a pénzt, mert ugye valószínűleg egyébként a különböző bányászati eszközök, azok baró drágák lesznek, mert mindenképpen abba is bele fogok fogni. Jó, jó. És akkor a mellettünk lévő föld, az jó lesz. Fele mondjuk búza, fele mondjuk fű. Igazából kukorica is mehetne, ugye, de a fű az jó, mert abból meg tudod csinálni a szénát is. Na ugye az is kell, és a fűből ugye meg tudod csinálni a szecskát, meg tudod csinálni a szénát. Úgyhogy ez kettő dologra is jó. Úgyhogy a búzával, meg a szén fűvel el tudod látni konkrétan 100%-ra az állatokat. Úgyhogy nem kell több, nem kell mást. Mert ugye, hogyha most csak kukoricát vetnék, és akkor azt csinálnám szecskának, azt csinálnám ugye bunkersilóba, az nem lenne elég, mert akkor ugye a szénád még nincs. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes feature. Érdekes dolog, fordulat lenne. Jó, oké, figyeljetek, meg kell nézni. Akkor kellene nekem egy ilyen fölszerőkocsi, vagy milyen szarnak hívják, ugye? Bálázó technológia, nem kell rakodókocsi, ez érdekes, ugye? Na, figyeljetek. 240 lóerő. Figyel, hát igazából akkor legyen ez, nem? Ezt adjál neki. Konfiguráció. Bővítménnyel. Jó, az nem mindig ugyanazt a időt használjuk, srácok. Oké, ezt ki is engedjük. Nem mindig ugyanazt használjuk, azt a nagy ruszkit, én arra gondoltam. Egyébként vagyok ebben a környezetben tök illene. Így a kinézete, ilyen jó gettós, így lendületből megpróbálom fecsúsztatni. Ágye, oda nézze testvére! Na nézzük meg, mennyi van benne. Ja, olyan 20, mennyit mondtam? 24 ezer liter? Hát ezt jól eltaláltuk, gyerekek. Ugye, 24 ezer litert mondtam? Azt hiszem, hogy annyit mondtam. Gyönyörű ez a John Deere. Gyerekek, ezek a nagy gépek is tudnak gyönyörűen szépek lenni. Meg a retro gépeknek van egy ilyen, nem is tudom, ilyen maszkulinitása, ilyen puritán, ilyen kevésbé foglalkoztak a dizájnnal, inkább ugye a funkcionalitásra vettek rá. És emiatt eléggé érdekesek. Na jó, ez a klassz, ez valószínűleg majd eladásra megy, egyelőre figyeljetek, valami, helyezzük el ezeket a gépeket valahol. A kúriához egyébként nem szívesen viszem be, de ide erre a sorra talán még azért így elmegy. Ha jönnek a vendégek, gyerekek, akkor ne nézzenek hülyének, hogy kombány van a kúriánál. Ide jó, itt sorba. Oké. Okay. Ezt meg akkor félrehúzzuk. Megnézzük, mennyire tudja húzni. Ó, de hörög. Jé, gyerekek! Ez a nagy vaskotla, ez úgy kéri az energit,
Ez őrület. De mondjuk ez valami, nem is tudom hány, 100 tonna az akar lenni. Úgyhogy nem csoda. Jó. Figyeljetek, 26 ezer liternyi árpánk lett, ami valamire majd jó lesz esetleg. Jó. Figyeljetek, ezt vissza is ugratom, jó? Visszapattintom, aztán reméljük, hogy oda ugratja vissza a bolthoz, ugye? Oda hát. És akkor így egyszerűbb lesz. Nem, az jó lesz. Van izé, TLT ezek meg éppen. Van. Jó, és kacok. Na, ez szerintem ez egy jó választás lett. Egyébként 89-60, ha valaki rá akar keresni, meg akarja nézni, hogy ez mi, mert hány lóerő, meg ilyesmi. Meg hogy mikor én egy olyan, ez megint egy olyan 2000-es évek. Ez a tipikus szögletes formavilág, ez szerintem a 2000-es évek eleje. Talán az lehet. Hát 32-vel tudunk menni. Jó, hogy nem kell messzire. Oda nézzetek, mekkora területek. Itt az oliva fölött, ugye. Na, azokat össze kéne szántani, és oda mindenképp egy izét, egy Big Budot, és van az dolog, amivel ugye több vetőt össze tudsz kapcsolni így sorba. Na, egy olyannal azért el lehetne boldogulni, tudjátok szerintem, hogy mire gondolok. Hogyha kettő darab ilyen, mondjuk kondorra vető egymás mellé, vagy három, vagy akár többet összeakasztani, az azért el lehetne egy huncutkodni. Jó, összekapom ezt gyorsan. Amennyire lehet gyorsan, igen. Valahogy úgy kellene, hogy el tudjak kezdeni építkezni. Nem tudom, hogy ez mennyi időt fog megtelleni. Jó. Itt megpróbálunk bemenni ezzel. Tök el tudom képzelni egyébként ezzel a vidéken ezeket a gépeket. És valahogy annyira tetszik, hogy egy ilyen éles váltást csináltunk. Tök el tudom képzelni, tök olyan, tök élethű maga, ilyen élethű szaga van ennek az egésznek ezekkel a gépekkel. Főleg ez a Toyota. Egyébként Land Rover Defender is van, azt hiszem. Ha más nem, azt csináljuk, hogy valahol leengedjük addig, azt utána ugye össze tudom kapni majd valamivel. Szedjük össze. Hát kettő sor valószínűleg nem fogok tudni hajtani, esetleg rendsorról össze lehetett volna csapatni, de igazából amíg végig megyek rajta, addig nem sok értelme lett volna. Nézzük, hány százalék. 10% egy sor, akkor 10 sort végig lehet hajtani körülbelül, aminek az lesz az eredménye, hogy nem fog sajnos beleférni. Viszont rendesen össze kellene szednem. Hát jó, mondjuk azt még össze tudom szedni később is. Jó, valahova kiengedjük majd valami füves részre, kitoljuk, aztán akkor összeszedjük. Amíg nem készül el, ugye, mivel el kellene készülnie a különböző befogadó létesítményeknek. Na, és ez tök jó lesz ez a textúrázás szerintem, nem kell itt ezt nekem újra festenem, meg füvesítenem, tök fölösleges. Ez valahogy így, nekem úgy adja. Olyan valósághű, hogy tényleg akkor odaépítkezel tarlóra, aztán jó van, nincs az, hogy ilyen trükközöl itt különböző dolgokkal. Mármint azzal, hogy így emelgetem a szintet, meg csökkentem a szintet. Meg pénzt se viszel fölöslegesen. Jó, akkor már ugye megvan a szalma az állatoknak. Megkapásból termeltünk, az már jó dolog. Figyeljetek, itt hosszába is le kellene, vagy keresztbe húznom, és akkor az eltűnne. Mert itt az a baj, hogy itt a végén, így, ahogy kiment mindig a kombány, ez egy jó szar lett. Nem? Mi gondoltok? Ezt szerintem jó lenne így összekapni. Na nézzétek, itt van valami. Ez valami sár, vagy valami föld. Aha, szét is tiprod. Ott van valami, azt lehet, hogy össze lehetne, kéne szedni. Lehet, hogy dört. Ugye, mert van dört is a mapon.
És lehet, hogy akkor nem csak a bányákból tudod kinyerni, hanem a föld dönt valahol összeszedhető. Majd megnézzük. Erre gondoltam, hogy ezeket így összeszedném nagyjából. Szóval akkor eltűnne. Összeszedem ezeket, mert nagyon irritáló, hogy itt ilyen füves részen is itt van ez a szalma. Gyerekek, a izével lehet össze tudtuk volna szedni ez egy ilyennel. Azt a dörtöt, nem? Ja nem, mert jelezte, hogy csak szalma. Szalmához jó. Jó, hogy tűnjön ez, innen lesz. Nekem ez nem tetszett, hogy ez itt van. Meg biztos van egy üzemanyag fogyasztása, mondjuk a nagy üzemanyag tankot kértem hozzá, ami nem is tudom hány, 1000-valahány száz literes, 1300 vagy valami ilyesmi. Úgyhogy azért az jó van, figyeljetek, húzzuk, mert most ezeket a pici szarokat kezdve leszedni, sose végzünk. Na, meddig van 37%-ig. Jó. Jó van, gyerekek, építkezés lesz, figyeljetek! Valahogy úgy kellene megoldani, vagy pedig úgy kellene megoldani, hogy erre itt, a gép jobb oldalára telepíteni a... magát a... mi az? Nem ólba van a... szarvasmarha, hanem... nem ól, hanem mi az? Istáló. Oda telepíteni az istálót, és akkor elé, a földhöz, oda, meg a különböző kiszolgáló létesítményeket, ugye? Középre mondjuk egy izét, bunkerstilót. Két szélére esetleg meg valami mást. Szalma keverő, ilyesmi. Vagyis TTK keverő. Nagyon durva egyébként, hogy nyomjuk tovább a sorozatot, és egy ekkora változás van, és ennyit örülök neki. És ugyanonnan folytatjuk, anyagi szempontból nem lett semmi trükk. Meg nem is lesz. Még mindig az 1 milliárd euró kihívás a cél. De figyeljetek, most mennyivel érdekesebb ez szerintem. Most belegondoltok, ott elkezdtük volna azt csinálni, hogy a tyúkoknak aratunk, meg vetünk, meg aratunk, meg vetünk, meg a tyúktojást radogatjuk el. Hát ne haragudjatok meg, de ezt a monotonitást, mert jól írta egy néző, hogy gyakorlatilag vagy elméletileg megvan az 1 milliárd euró, mert ugye csak ezt kellene volna csinálni, hanem gyakorlatilag nincs meg, de hát nem hiszem, hogy 500 részen keresztül azt akarnátok nézni, hogy pörgetem az időt, meg aratok, meg vetek a tyúkoknak. Próbálom összeszedni ezeket, amik ilyen csik, izei össze-vissza vannak, hogy ja, hát ezeket a szalmát, ezt egyelőre le fogom borítani. De jól néz ki, nagyon jól néznek ki a keréknyomok. Au, jó lesz ez! Jó lesz ez, autentikus, autentikus, és egy autentikus tud lenni, hogy az autentikusság nem azt jelenti, hogy mint alsó szegen szoktam alkalmazni, azt ugye, hogy MTZ meg minden. Autentikus az azt jelenti, hogy valósághű, vagy tényleg, vagy, és ez, is, ez itt, val, itt ez valósághű. Ez a, biztos vagyok benne, hogy ilyen John Deere, ilyen tuti, hogy volt ezen a környéken. Ilyen amerikai és dél-amerikai mezőgazdasági videókban tök látni ezeket a hatalmas gépeket. Akár John Deere-eket is. Jó. Ja, ide fölé majd a füves részre kiöntöm szépen. Jó olyan lesz ott. Jaj! Ennyi, 80%-on van. És ez, egyébként még a gépek is szebbek ezen a textúrázású talajon. Nekem tök tetszének. Csak a feltűnőbbek, mint egy ilyen zöld helyen. Vagy ilyen sötét-barna, tudod? Már fele megvan bőven, úgyhogy még egy hamsterre lesz, aztán csácsobi. És a 100 000 literes, figyeljetek, a nagy dögbolt, ugye 90 000 literes,
a rusz kicsoda, úgyhogy ez se sokkal kevesebb, ezt nem tudom, olyan 60? Vagy 65 ezer liter körül van? De mégse azzal, hogy ilyen csites valamivel megyünk, ugye, mert az ilyen összeszedte ilyen 10 méter szélességbe is, meg ugye nem is volt neki konkrétan felszerelője, hanem az egy ilyen hordozó eszköz volt, és akkor át lett alakítva valami csodálatos modern, adott neki egy olyan opciót, hogy föl tudod vele szedni a dolgokat. De végül is az azért eléggé csites, elég csites volt az a hamster, gondolom ti is így gondoljátok. Meg eléggé néha szóvá is tettétek, jogosan. 99, oké. 56 000 literes. Na, ide szépen leburítja a keeper, aztán majd valami lesz vele. Majd felszedjük, jó? Egyelőre legyen ez itt. Tudja képítkezni, majd visszahordom, tudod, nincs semmi gond, nem ez gond ebből. Szalma, gyerekek, szalma, minek nevezik? Bogja. Szalma bogját csinálunk. Jaj, de csőp! Jaj, de szép! Nagyon jó. Na, srácok, szerintem elbúcsúzom. Következő részben várlak benneteket, ez a jó kis röfögős John Deere-rel. És akkor innen folytatjuk. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok. Jók legyetek, sziasztok!